Köszöntöm a Heol Podcast hallgatóit, Szabó István vagyok. Ez alkalommal Jakab Zsolttal és Szabó Dénessel, a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár munkatársaival beszélgetünk abból az apropóból, hogy Gyöngyös önkormányzata napokban terjesztette fel a két könyvtárost a Heves vármegyéért kitüntetésre. Hogyan vezetett az út idáig, arról beszélgetünk a két könyvtárossal. Az egyik legismertebb munkájuk a könyvtári hírmondó. Jakab Zsoltot kérdezem, hogy indult a dolog, honnan jött az ötlet, és hogyan készül a könyvtári hírmondó. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zsolti vagyok, és itt van mellettem Dénes. A kezdetek az úgy alakult, hogy 2019-ben Dénes ide érkezett a könyvtárba, mint új munkatárs, és én megtudtam, hogy ő kommunikációval is foglalkozik, meg ezt tanulta, és volt egy szeptemberben egy könyvbemutató, amit beszerettem volna promotálni, és kaptam is az alkalmon, elővettem a mobiltelefont, és megkértem Dinit, hogy kolléganőmmel üljenek le, és egy rövid beszélgetés keretében mutassák be a könyvet, és ennek olyan nagy sikere lett, hogy innentől nem volt megállás. Először mindent mobiltelefonnal vettem föl, majd mobiltelefonon is vágtam meg. Majd ezek után rájöttünk, hogy ez nem lesz elég, így a könyvtárnak az egyik kamerafényképezőgépét használtuk utána, és meg volt egy állványunk, és innen elindult az egész könyvtári hírmondó. Ugye először nagyon amatőr módon csináltuk a videókon, nem volt tapasztalatunk, mindent ugye az évek során tanultunk meg a vágástól elkezdve a szerkesztésig, és hát nem is tudom, hol kezdjem végül is a... Egyszer beszélgettünk arról, hogy a fiatalok valójában szeretnek olvasni, csak nem könyvet vesznek a kezükbe. Egyszerűen ezt mondta, és hogy a saját közegükben kell népszerűsíteni az olvasást. Igen, igen. Ugye amikor a könyvtári hírmondót elkezdtük, akkor próbáltuk itt a helyi rendezvényeinket promotálni, és ezáltal jobban megszólítani fiatalokat. Aztán rájöttünk, hogy a komoly videók, mert egy-két komolyabb videónk is volt, az nem annyira volt nézett, és ezért egy kicsit átalakítottuk az egész hírmondót, sokkal poénosabbra vettük a figurát, sokkal lazábbak lettünk, és ugye elkezdtünk olyan tartalmakat is gyártani, ami nem csak itt helyi gyöngyösi vonatkozású, hanem amit országos szinten is elérhető, és így alakult ki először a 10 dolog, hogy mit ne csinálj a könyvtárban. Ugye ennek pont az a lényeg, hogy leszabályozzuk a fiatalokat, hogy mit nem szabad csinálni, de ezt poénus módon próbáltuk felhívni erre a figyelmet, és ennek olyan nagy sikere lett, hogy egyszerűen nem volt megállás, így különböző tartalmakat kellett gyártanunk, közben pandémia is bejött, mindenki be volt zárva otthon, ezért kicsit átalakítottuk a könyvtári hírmondót, hogy nem csak a rendezvényeket reklámozzuk, hanem mindenféle, ami könyvtár, kultúra, olvasás, minden, ami szóba jöhet, ezt megpróbáltuk vicces videókba foglalni. Így alakultak ki különböző karantén videók, ezen kívül ugye voltak különböző klipjeink, még nem a rap videók, mert ugye közben kiderült, hogy Dini tud gitározni, és ezért sokszor elővette a gitárt, és egy-egy megzenésített verset előadott. Ezt is felvettük videóra, majd ezt is elkezdtük klip formájában lejátszani. És egyszer csak azt vettem észre, hogy mondta nekem Marika, még akkor igazgatóhelyettes volt, hogy miért nem nevezek be a fiatal könyvtárosa címre, és azt hiszem ő terjesztett föl erre, majd a könyvtári hírmondónak köszönhetően meg is nyertem a fiatal könyvtárosa díjat,
És ez megint egy olyan dolgot tett le az asztalra, ami miatt még inkább bele kellett ásnunk magunkat a könyvtári hírmondó rejtelmeibe, és így jött, hogy állandóan gyártjuk a jobbnál jobb videókat. És hogy működik ennek a készítése? Inspirálják egymást közben, poénkodnak, stb. Igen. Egymástól veszik az ötleteket, a pillanat szüli? Igen, sokszor volt úgy, hogy éjfélkor nem tudtam aludni, és rájöttem Dinire, hogy nem akarunk a héten könyvtári hírmondót forgatni, és ő visszajött, hogy de. És másnap összeültünk, ugye mindig előre szoktunk gondolkozni, hogy milyen témákat boncolgassunk. Ugye utána megcsináltuk a 10 dolog, hogy miért jó könyvtárba járni, majd volt életrajzi videók is készültek, és hát összeülünk, megbeszéljük, Dini a forgatókönyvíró, általában neki pattanak ki az ilyen agyament poénok és ötletek, amiket felhasználunk. Én inkább a kicsit ez a spontánabb vagyok, azaz amikor leülünk forgatni, akkor ugye amit megír szöveget Dini, azt általában egy az egyben átírom így fejben, mert nem tudom megjegyezni, vagy pedig annyira összetett nekem, meg beleviszem egy kicsit ilyen zsolti stílust, és így alakulnak végül is a videóink. Milyen a zsolti stílus? Hát amilyen most is. Ilyen kicsit szedetvedett, kicsit viccelődő, meg nem találja a szavakat. De ez egyébként óriási sikert aratott azoknál a videoklipeknél, ahol rappelve dolgoznak föl egy-egy európai népirodalmát. Dénest kérdezem, hogy mert hogy ez zenés dolog, és ugye már szóba került, hogy Dénes zenész is, gondolom ő a fő ötletgazda ebben. Igen, én szoktam írni a zenéket, ha lehet így fogalmazni. Majd mindjárt rátérek, hogy azért nem teljesen így van. Ugye azt hozzátenném még, amit Zsolti mondott, hogy ugye az egész könyvtári hírmondónak az a lényeg, hogy az olvasást népszerűsítsük és magát a könyvtárat, meg ezt az egész kultúrát. Ugye azt akartuk bemutatni, hogy a könyvtárosok nem ezek a szürke, unalmas emberek, akik csak lecsittegik az embert, meg kiadják a könyvet, meg visszaviszik, mert már sokkal összeszerettebb ugye az egész könyvtári munka is, mint minden más ugye a mai gyorsuló és rohanó világban. Hát ez a rappes dolog, ez ugye úgy pattant ki a fejemből, hogy először pont, hogy reklámozni akartuk az orosz irodalmi könyveket, hogy jöjjenek, mert pont akkor vásároltunk egy csomó felújított például Dosztojevszkijeket, meg Tolsztojokat, és ebből csináltunk is egy könyvtári hírmondót, ami még úgymond ilyen prózai volt, és akkor ugye eszembe jutott, hogy fú, hát ez az Magyarország ugye a 10 millió játékvezető, a 10 millió most éppen hegymászó országa, és mondom meg a 10 millió zenész országa is, és ugye most az a hip-hop úgymond elég felkapott stílus volt, és hát ugye tudtam, Zsolti nem tud énekelni, úgyhogy gondoltam, hogy azért a rap műfajhoz azért de hip-hop megoldani, hogy igen, hogy ezt az ketten meg tudjuk oldani, és akkor az ugye az internetről rengeteg ilyen zenei alapot is le lehet szedni, én ahhoz hozzáértem egy kis gitárt, egy kis énekdallamot, meg a szöveget megírtam, és fölvettük ezt a dalt, és szerencsére ugye ott ezt ugye mi nem nagyon tudtuk volna jó megoldani, hogy mi vesszük föl magát a klipet, ezért egy jó barátunkhoz fordultunk, Berzsény Gergelyhez, gyerekkori cimbora, aki ezzel foglalkozik, és ő szíves örömös megcsináltuk ezt az első klipet, ami egyből elég nagy siker lett, így országos szinten is. És lett folytatása is. Igen. Gondolták volna, hogy ekkora sikere lesz a dolognak? Mert ez azért, ahogy finoman fogalmaztak, a legtöbb portálon futótűzként terjedt. Már az orosz irodalom is. Igen, nem, egyáltalán nem gondoltuk. Azt sejtettük, hogy egyébként sikeres lesz, de így városon belül gondoltuk, vagy itt a térségből, ugye az itteni, úgymond, ugye orosz irodalom, és akkor viccesen ugye az ilyen szociálabb területeken forgattunk itt a városban. És akkor egy szombati napra időzítettük ezt a videót, hogy kijöjjön, és egyszer csak vasárnap, nem tudom mikor, délután elkezdtek csörögni egyfolytában a telefonjaink, hogy már
hétfőn ez a rádió, az a tévé, meg hogy megjelentek az országos portálokon. De nem sejtettük, mert nem tudjuk, miért, de sikerült. Talán, ha a hallgatók közül valaki még nem tudná, soroljuk föl nekik, hogy milyen irodalomról volt még szó azóta? Ugye volt az orosz irodalom, utána nyáron megcsináltuk ezt a mediterrán irodalmat, ami a spanyol és az olasz irodalma dolgozza fel, idén télen pedig ugye a skandináv irodalmat dolgozzuk fel. Dolgoztuk fel. Van valami szisztéma ebben, hogy milyen témához nyúlnak éppen? Annyira nincs, de ugye a tél valamiért adja magát a magyar népnek, hogy az orosz, az hideg, meg a skandináv is hideg, a Olaszország, meg Spanyolország nem meleg, körülbelül ennyi a, nincs nagy megfejtése. De ez éppen elég jó. Rengeteg rendezvény van a Városi Könyvtárban, én magam is tapasztalom. Egyszerűen nem győzök rá eljönni, annyi meghívást kapok, hát ebben nyilván rengeteg munka van. Egymást érik a könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, kiállítás megnyitók, előadások. Gondolom mind a kettejüknek rengeteg munkája van ebben. Zsolt? Igen, rengeteg munkánk van. Emiatt egy kicsit háttérbe is szorul sokszor a könyvtári hírmondó, mivel most az utóbbi napokban, hetekben hegyén hátán voltak a rendezvényeink. Ugye most van túl Dini egy Petőfi zenés esten. Most pénteken Beck és Grecsónak egy közös zenei irodalmi estje lesz. Jövő héten lesz kiállítás megnyitó, meg nem is tudom, mi lesz még. Na mindegy, az lényeg, hogy nagyon sok kulturális irodalmi programjaink lesznek a jövőben is. Általában én, amikor a rendezvényeken itt vagyok, akkor a székpakolás az enyém, meg a fotózás. Dini pedig a biztonsági őr és a nem is tudom, székpakoló is vagy? Igen, meg hangosító, hát majdnem kifelejtettem, hát a hangosító, aki össze-vissza csavargatja közben a pulton, a gombokon. Igen, rengeteg rendezvényünk van, és Dini? Hát akkor elmondom Zsolti helyett, mert hogy ugye a marketinget, vagy az ugye főleg nekünk van kiosztva, és akkor vagy hírmondót csinálunk, de a plakátokat azt mindenképp Zsolti szokta megtervezni. Tényleg, csak ezt kihagytam. Kifelejtettem, hogy... Úgy látszik neki, a szép pakolása fontos. Könyvtár ami nagyon fontos. Igen, a könyvtár arca is mi vagyunk, ezt már ránk aggatták. És ugye a Facebookon is, meg a többi közösségi oldalon is próbálunk, ugye nem csak videókat osztunk meg, hanem különböző képeket, vicces képeket, könyvajánlókat is megosztunk, és ugye ebben is azért, sokan nem tudják, de van egy azért ebben is meló, mert itt is ki kell találni a koreográfiát, amikor éppen Dini ugrik a levegőben, hogy pont akkor kapjon el a fényképezőgép. Úgyhogy igen, csinál... Én nem csak feldolgozó könyvtáros vagyok, hanem ugye a plakátszerkesztést is én csinálom. Dini ugye a hangzóna vezetője, készül a zenés estjeire, plusz rappeket ír, meg miket szoktál mit csinálni? Meg leszervezzük a zenei irodalmi esteket. Igen, például igen, leszervezzük. Igen, ha már szóba került a hangzóna egy-két évvel ezelőtt, a könyvtár zenei részlege ezt a nevet kapta, és azért ez egy közösségi helyé is vált azóta. Dénes, mi történt azóta? Igen, azóta... Azóta sok minden történt, igen. Voltak ugye zenés irodalmi estjeink, minél több pályázatot próbálunk kiírni, a jövőben is lesz, meg nem olyan rég is volt. Hát mindig csak az szokott sajnos határt szabni, hogyha ha nem is a pandémia, de ugye van más miatt is, vannak lezárások, és akkor ugye az a baj, hogy ezek nagyon megakasztják ezeket a dolgokat. Most azt a példát tudom mondani, hogy egész nagy sikere volt a Cseh Tamás pályázatunknak, hogy beküldhettek zenéket, és ugye arról is volt szó, hogy majd lesz fellépés is, de ugye be kellett zárni a könyvtárat, és ugye ez például még nem tudott megvalósulni, de közben meg ugye folyton görgetjük, meg mennek előre az események, ugye már Petőfi bicentenárium van, abból is lesznek még dolgok, voltak is, és lesznek is, mert ugye ez az év, ez a 2023-as év, ez most Petőfiről szól. És június 4-én 2 éves lesz a hangzóna.
Ja igen, most lesz 2 éves tényleg. Úgyhogy így telik az idő, ahogy megyünk előre, öregszünk. Tehát, hogy hallom, van feladat, mert görget, a feladatok gördülnek egyre előre. Van-e azért ennek ellenére valami terv, valami jövőbeli titok, ami nem titok? Van, mégpedig az, hogy fogunk forgatni 30 másodpercnél hosszabb könyvtári hírmondókat is, és szeretném nyáron is pár videót még kidobni az internetre. Ez nem titok. Természetesen vannak terveink, nagyon izgalmas terveink vannak. Igen, sok mindenről még nem beszélhetünk, azt szokták mondani. De programok is lesznek, mert nyáron nyitva lesz a könyvtár, szóval a gyerekprogramoktól elkezdve itt nem fog megállni az élet a nyáron se, és reméljük vissza se meg majd, hogyha újra jön a hideg. Köszönöm szépen a beszélgetést Zsoltnak és Dénesnek, és további jó munkát kívánok, és reméljük, hogy a kitüntetéssel a zsebükben tudunk önökkel legközelebb beszélgetni. Köszönöm a podcast hallgatóinak is a figyelmet. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük.